Farmgép Kft. És az Agricon Kft. Precíziós kísérletet végzett, amely célja a Yara M-szenzor univerzális működésének vizsgálata és a folyékony nitrogén megtakarítás felmérése volt. A kísérletben alkalmazott gépkapcsolat sikeresen bizonyított, hiszen a magyar tervezésű és gyártású Kertitox szántóföldi permetezőgép gördülékenyen és gyorsan kommunikált a Yara M-szenzorral, amely használata az adott tábla viszonylatában a gazda által alkalmazott korábbi technológiához képest 30%-os megtakarítást eredményezett. A Yara M-szenzor technológiának a lényege igazából egy ilyen gépkapcsolatban, amit ma is láttunk, egy Kertitox John Deere gépkapcsolatban, hogy a növény annyi nitrogént kapjon, annyi tápanyagot, amennyire szüksége van abban a pillanatban, és oda, ahol szüksége van. Tehát egy időben a környezetünket is kevésbé terheljük, illetve a szárdőlést ezzel ki tudjuk teljes mértékben szinte küszöbölni. Az N-szenzor használata meglepetést okozott a gazdálkodónak, hiszen szabad szemmel végig tekintve a területen homogénnek tűntek a táblái. Azonban a növény igénye a Yara N-szenzor alapján mást mutatott, így a kijuttatás végeztével jelentős folyékony nitrogén mennyiséget sikerült megtakarítani. Azt gondoltam, hogy nincs ilyen nagy eltérés a táblában, de egy teljes tartályt szerettem volna az adott területen kijuttatni, míg az N-szenzorral egy közel egyharmad lémennyiségen megmaradt, mert a növénynek a nitrogén felvétele az ennyit igényelt. A saját elgondolásom szerint ez egy 250 liter per hektáros dózis lett volna. Az N-szenzor közbeiktatásával közel 1000 liter folyékony műtrágya szerem maradt meg, mert az N-szenzor úgy látta, hogy a növénynek a nitrogén felvétele csak ennyit igényel. A mai demóban egyértelműen kiderült, hogy a tervezett és a valós kijuttatott mennyiség között százalékos, illetve forintos különbségeket is tapasztaltunk. Konkrétan ugye 30%-os megtakarítás volt a különbség a tervezett, illetve a kijuttatott mennyiség között. 3-7%-os minőségjavulást tapasztalható ezáltal. A növények sokkal kiegyenlítettebb, tehát homogén állományt tudnak képezni ugye a táblán belül, és a megtakarítás jelentős, tehát 30-40, akár 50%-os megtakarítást is el tudunk érni a rendszerrel.